A koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések a mezőgazdaságot is érzékenyen érintették. A kistermelők és az élelmiszer előállítók jelentős része egyszerűen elvesztette a piacát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara új online felülete ezeket a termelőket segíti. A NAK piac tér egy olyan online felület, ami lehetővé teszi az élelmiszertermelők és előállítók, illetve a kereskedők vagy a felvásárlók közötti közvetlen kapcsolatfelvételt. Az elektronikus piactér felülettel szeretné segíteni a helyi termelők, felvásárlók, kereskedők összekötését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A koronavírus járvány miatt nagyon sok termelő nehéz helyzetbe került, sok piac bezárt, nem üzemelnek a konyhák, az éttermek, és sajnos nincsenek rendezvények sem. Értékesítési lehetőség hiányában a termelők nem találnak vásárlót a termékeikre. A NAK piactér használatával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbítja a regisztrált őstermelők és élelmiszer előállítók adatait a kereskedők felé, így a korábban a vírus miatt bajba jutott mezőgazdászok stabil, állandó felvásárlópiachoz juthatnak. Ez az új értékesítési felületen, a piactéren díjmentes regisztrációt követően a felvásárlók megtalálhatják a számukra fontos áruknak az értékesítői termelőit. Termelők is egy regisztrációt követően tudnak bekerülni a piactérnek a nyilvántartásába. Ott utána különböző szűrők alapján kereshetővé válnak. A kamara csak mint közvetítő segíti a későbbi üzletek megkötését, így könnyebben találnak célba a mezőgazdászok által előállított termékek. Miután ugye a termelő megadta az adatait, ezután a kereskedők, felvásárlók tudják velük felvenni a kapcsolatot. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ennek a felületnek csak az online részét biztosítja, utána már a termelők, a felvásárlók, kereskedők egymás között továbbítják a további üzletkötési, szerződéskötési és egyéb tárgyalási folyamatokat. Az online piactér még csak a napokban nyílt meg. Azok a kamarai tagok, akik részt szeretnének venni a programban, már jelentkezhetnek az Agrárkamara piactér oldalán. Természetesen a regisztráció során megadott adatok változtathatók, módosíthatók, és hogyha úgy kívánja a termelő vagy a felvásárló, kereskedő, akkor törölheti is ezt a profilt. A kamara kezdeményezése elsősorban a nehéz helyzetbe került kistermelőket és kereskedőket célozza meg, de az online piactérre ezek mellett a késztermék előállítók is regisztrálhatnak. Úgy alapanyagokat, mint élelmiszeripari feldolgozott termékek is megtalálhatóak lesznek. Az online piactérre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kifejezetten erre a célra létrehozott internetes felületén lehet regisztrálni.